Üdvözöllek titeket! a mai nap újra, ugyanis nem tudom, hogy hányan tudjátok, illetve láttátok, ugye a tegnapi nap ilyen éjfél körül indítottam egy őslények parkja a streamet, ami majdnem három óráig tartott, szóval eléggé sokat haladtunk véleményem szerint itt a világgal, ugye mondtam, hogy a két őslények parkja rész között szeretnénk majd egy ilyen késő esti streamet készíteni, ahol egy kicsit átalakítom itt a terepet, és hát most jelenleg így néz ki a növényevőknek a gödre, ami egyébként szerintem egész jóra sikeredett, illetve itt van egy ilyen kis híd, ezt majd szeret szeretném Chisels and Bits móddal egy kicsit átalakítani. Üdvözöllek egyébként titeket, sziasztok, üdvözöllek! Köszönöm szépen Lillának közben a 10 csillagot, illetve Lalinak, Alexának, Zsófinak, Istvánnak, Annának és Mártának a megosztásokat. Hatalmas nagy szívecske nektek! Valaki már vissza is nézte a tegnap streamet, te jó ég! Az kemény! <laughs> Dávid meleg van, nyár van, ilyenkor általában nem szokott rajtam lenni, egyébként itt van, szóval nem kell aggódni. Uh, viszont nem akarok azért leizadni, mint egy ló, mert az annyira nem lenne esztétikus, Szóval, ja, majd, hogyha egy kicsit hűvösebb lesz, akkor újból előkerül. Na de! ez még egyébként nem lesz a végső fázisa az egésznek, ahol most éppen dekolnak ott a dinók, a para, meg az ankiló, oda mindenféleképpen szeretnék majd egy kis tabat, lehet hogy ennél nagyobbat is, mint ahogy most van, illetve szeretném ezt majd ugye feltölteni ilyen ősi növényekkel, tehát azokat is szeretném majd visszahozni az életbe, illetve még amit szeretnék megcsinálni, az az, hogy ugye ezt a területet majd megnagyobbítjuk, úgyhogy itt, ahol most van ez a rész, ami ugye ezzel a fura dörtel van jelezve. Itt majd egy ilyen ösvényszerűen át lehet menni egy hasonlóan nagy kráterbe, és akkor ott tudnak majd sétálni a dinoszauruszok. Sziasztok, üdvözöllek titeket! Elnézést egyébként a késésért, tudom, hogy három órára volt kírva a stream, viszont volt még egy kis dolgom előtte, megkajáltam ilyesmi, hogy ne korogjon itt a hasam majd. Úgyhogy ja, igazából ennyit haladtunk a tegnapi streamben, és felnőtt közbe a t akit ugye jól el kellene verdünk ahhoz, hogy be tudjunk majd most témelni. Úgyhogy mindenféleképpen kellene ezt Karab ből készíteni magunknak egy olyan botot, amivel majd ugye hallgatni fog ránk. Elméletileg van Scarab Gemünk, igen, egy darab, és ugye megnézem, hogy mi kell hozzá. Már lehet, hogy csak a simán, csak az karabcsemet kellett neki megmutatni? Valószínűleg igen, nekem úgy rémlik, és remélhetőleg jól rémlik, de hogyha esetleg van itt valaki, aki ezt pontosan tudja, az majd segítsen. Van egy időgép, nem az időgép kell nekünk, az biztos. Jó, ahhoz hogy meg kell ölni a vidőrt, wow! Köszönöm szépen Friderika, neked is közben az ötödik havi támogatást, illetve Ricsinek is a 10 csillagot. Szia, sok sikert a Tirexhez, csak nem magad a is meg, nézőknek pedig jó szórakozás. Köszi szépen, sziasztok! <laughs> Vercét, egy csúnyadinót rendben. <laughs> Mindenféleképpen szétverjük, elverjük, megkapja. Simás jó, akkor jól emlékeztem. Na, nézem akkor, hogy van-e itt még valami kaja, mert hogy eléggé éhezik a karakterem. Egyébként majd arra is ki kellene valami jót találnunk, illetve amit majd még szeretnék, az az, hogy csináljunk ilyen halkaját, hogy tudjunk esetleg szerezni magunknak slime volt. Hogyha nem találok olyan. Jellyfish vagy ilyesmit, ami viszont adna nekünk slime volt, akkor valószínűleg elmegyünk, egy kicsit utazunk, hogy ugye meg legyen az a helikopter, amit uh, még az előző részben elkezdtem készíteni. Na most az az érdekes, hogy uh, ez a tirex, ez nem ette meg a csirkéket. Tehát, hogy hoztam neki ide csirkéket, és egyiket se akarta megenni. Szóval, én nem tudom, hogy hogy lehet ennyire barátságos, de szerintem velem nem lesz ennyire jó fejem, amikor elkezdem ütni. Szóval én azt mondom, hogy uh, eszek egy kicsit, és utána jóló. Köszönöm szépen Linda, neked is a 10 csillagot, illetve Herminának is a csillagokat. Ö, holnap végre látom a picót, még egy hétig szokik a dinó. Köszönöm szépen! Jobbulás egyébként az oltással, illetve köszönöm szépen Elizának is még az 50 csillagot. jó volt hogy tegnap is hogy a tegnap esti stream, örülök, hogy tetszett. Na nézzük akkor! 82 HP, ezt kellene akkor levinnünk, és hát ugye ez támadni fog engem is elméletileg, bár most annyira nem tűnik erőszakosnak. Tirex, ne tedd ezt velem, ez túl könnyű. Jó, és amikor így lefekszik, akkor kell neki megmutatni a Scarab Gem-et. Uh, ajaj, ez felillelte magát. Szóval ilyenkor kell neki megmutatni. És akkor most már elméletileg hallgatni fog rám. Mindjárt megnézzük, igen, most úgy van 82 hp -ja van, hát ez, 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 ez túl easy volt. Ez a kalandorokba valahogy másképp ment. Most agresszívra van állítva, viszont ugye skullstickkel már tudom állítani azt, hogy uh, milyen állapotban legyen. Uh, Wanderingen nem szívesen hagynám az a helyzet, úgyhogy ilyen skullsticket kellene sürgősen készítenünk. Úgyhogy most így itt hagyom, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Remélhetőleg ott uh, azon a kis lyukon nem fog kiférni. Azért elég nagy, csak nem lesz ilyen probléma. Lőjem <laughs> ki, ez nem az árk. Itt elég volt megcsapni néhányszor egy karddal. Na jó, szóval a Sticket szeretnék készíteni. Skull Stick, és ehhez kellett igen, egy ilyen nagy koponya. Hát remélhetőleg ilyen nagy koponyánk van, van pont egy darab, úgyhogy annyira nem bonyolult a crafting, és akkor ezzel már tudom őt irányítani. Közben pont lemegy a nap, elég kellemetlen. Azért volt könnyű, mert adtam az erőt. Hát köszönöm szépen, Dominik. De ez eddig visszatámadott, és elég kemény is volt. Még a régebbi ős parkjából is úgy rémlik. Csak most már le tudom ültetni a popójára. following ratom tudom rakni, meg Wandering-re, de maradjon inkább Staying-en. Szerintem ez így jobb. És azon gondolkozom, hogy esetleg lehet-e állítani valahogy a temperamentumát, de szerintem nem. Igen, valószínűleg ez így marad. És ugye nappal aktív, szóval hamarosan el fog aludni. Viszont nincsen túl sok kajája, úgyhogy valami húsfarmat is jó lenne most már elkezdenünk kidolgozni. Repülök-e a terával? Uh, hát uh, igen, a terák. Na most az is egy érdekes dolog. Majd le, most lefekszem aludni, aztán mesélek. <laughs> Szoktam egyébként GTA-zni, igen, de csak társasággal, meg online-ozni szoktunk inkább. Szóval, uh, tegnap valahogy eltűnt az egyik. Hogy mi történhetett, Az sajnos nem tudom. De lehet, hogy csak visual bug volt, és most itt lesz mind a kettő, de egy tera volt. Szóval én tök szívesen repülnék velük. De most már olyan, mintha egy se lenne. Mi? Tele van az etető. Ez a labda itt mozog magától. Mi a fene van ezekkel az állatokkal? Valaki ezt érti? Szia Balázs, szia Kriszti! Ez mi? Tegnap este még semmi baja nem volt annak, amelyik megmaradt. Tegnap este még egy volt belőlük. Ezt nem értem. Ö, nem, nem fogok most repülni a terákkal. Tele volt az etető, tudtak enni. Kiadtam nekik azt, hogy Wanderingen legyenek, ilyenkor ugye maguktól lesznek. És meghaltak, vagy nem tudom, világgá repültek, kirepültek az anyai fészekből. Szép átlátszó teráim vannak, köszönöm szépen. Ezt nem értem. Meghaltak az cső, elszublimáltak, igen lehet. Csapóajtó nem maradt nyitva, nézd meg, ott van bezárva. Nem is nagyon nyitottam ki, szerintem soha az a csapóajtót. Oh, jaj, hát ez kellemetlen. Viszont akkor lehet, hogy átviszem az etetőt a T-rexhez. a teráknak az etetőjét, mert az legalább tele van. <laughs> Illetve amit még akartam, az az, hogy gyapotot ültessünk, hogy legyen bőven stringünk a halkajához, mert ahogy látom, a gyapotot azt itt teljesen száműztem. Szerintem itt a répák helyére ültethetnénk sőt akár egy nagyobb területre is ültethetnénk, nem csak a répák helyére, úgyhogy én most teljesen kiszedem ezeket. Mondjuk így erre a részre. És hát reméltem akkor azzal is tudunk haladni, ugye string elég sok mindenhez kell nekem, kell a halkajához, kell például ahhoz, hogy a kutyákat tudjam majd fejleszteni. Úgyhogy ezért is szeretnék egy string farmot. Úgyhogy a ja, biztos benne maradt az eltődőben a kaját. Ricsi, belenéztem itt. Itt a szemed láttára. Direkt az volt az első, hogy belenéztem, miután láttam, hogy eltűntek, igen. Még legalább 200 egységnyi kaja volt benne. Meg még tegnap este is volt, és nem játszottam olyan sokat a stream után, tehát, hogy annyi dolat nem tud elfogyni. Ez így eltűnt. És tegnap nem is volt úgy, hogy félszívem volt mondjuk az, amelyik megmaradt, hanem a feléig lent volt a HP-ja, azt tudom. De... De attól még nem kellett volna, hogy most meghaljon. Na jó, hát akkor káton ültetés, csak ez a fajta van, mert tudom, hogy kettő fajta van. És szerintem nekem nem a naturás kellene, hanem pont a másik, mindjárt megnézem? Ha beírom akkor. Vagy ez a nem. Ez a pems Harvestcraftosnak kellene. És miért nem. Jó, úgy látszik, akkor ez most így nem. Most így azt mondta rá a játék, hogy nem. Bárli szídünk van, csak ahogy látom krikettek vannak még. Ezek babok. Jó kis bableveshez. Hát akkor ez az egyfajta cotton van. Ez viszont elég szomorú, mert ez nagyon kevés lesz. Ide sem pakoltam le véletlenül? Krikettek? Nem. Jó. I guess, akkor viszont találtam 35 darab biofoszilt. Úgyhogy azokat berakom elemzésre. Hát, ha lesz tera belőle. Meg az az érdekes, hogyha meghalnak, terák a átbugolnak blokkokon, akkor lehet, hogy csak itt vannak valahol a környéken. Az a baj, akkor meg már lehet, el is repültek. Király! Hát körbe lehet nézni, de nem sok esélyt látok, hogy meg fogjuk őket találni. Szóval, már el is felejtettem nézni, mit akartam mondani. egy keresek itt a környéken seed szidet, hát ott találunk, vagy egy olyan fát, ami esetleg gyermel nekünk pókfonalat. Az is egyébként király lenne, hogyha egy olyat el tudnánk hozni. De én itt nem nagyon látom őket sajnos. Igen, vulnak kell. Elszublimák a cső. <laughs> hát ez ilyen. Örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok az előző streamen. Látom, sokan írjátok, hogy itt voltatok a tegnap esti streamen. Szóval, ja, hát akik itt voltak, azok pontosan tudják, meg meg is tudják erősíteni, hogy tök jól volt az a tera. Tehát így, így nem volt annak nyoma, hogy ő most itt elszublimáljon. Ja igen, szóval amikor meghalnak, akkor hagynak maguk után csontokat, meg húst, meg ilyeneket. Tehát, hogy... Ö, ugye, újból tudjam őket éleszteni esetleg. De most ez így annyira nem jött be. Na mindegy. Legyen a következő a Triceratops. Hát meglátjuk, hogy egyáltalán van egy Triceratops DNS-em. Nekem úgy rémlik, hogy az még nincsen. Ha van, akkor, akkor végül is lehet az. Már egyébként Dodót is tudnánk kikelteni, az is szerintem fán lenne. De én itt nem igazából látok terákacskacok. Hát ez elég szomorú. Közben viszont jól lefáradt a karakterem. De ütögetem a füveket, hát ha esetleg dobkát önszídet. Mert egyből azért még nem lesz nekünk olyan sok. Nem is értem, miért van a pókálós fa, nem elég a ház sarkából leszedni a pókálókat. De ez hasznos. Ez egy igazán hasznos fa. Egyébként valahol azt hiszem, itt van a környéken. Kohos. Kohos egyébként király, csak most az nem kell nekem. Majd esetleg, hogy elkezdünk azzal is foglalkozni a rustic moddal. De hogy látom, inkább csak búzamagot kapok. Bezzel, amikor búzamag kellett, akkor egy se volt. Az a kutya ott meg fog halni, úgyhogy inkább oda se nézek, nem akarom látni. Bár elég jól ugrál most abban a szúrós bokorban. <laughs> De nem halt éhen, hát tele van az etetős kacok. Tehát itt arra odafigyelek mindig az etetőre. Most is a t azért szaporítottam. Tehát így nem tud. Teradon, on teradon off. Jaj. jaj, 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 Igen, ez most az off verzió. <laughs> ja igen, kogát tényleg, kogát oda lehetne vinni a növényevőköz. Köszönöm szépen a tippet. Tökre meg is feledkeztem, hogy őt kikeltettük. De egyébként az jó ötlet. Ö, ugye visszamegyek, csak már annyira lassú a karakterem. És mondjuk van nálam répasz, meg tudom menni. Szóval lehet, hogy most este készítenék egy kardot, amire rakunk lootingot. Bár szerintem annyi lapiszunk nem lesz, hogy lehet, hogy inkább a lootingos. Ö, mi a fene ez? fog csapkodni mobokat. És akkor szerzünk most rengeteg, de rengeteg pókfonalat. Mert ez így nagyon-nagyon lassú lesz. Milyen híd lett itt? Jaj, jaj, csináltam. Az ott nem a terra. Ott, ott repül! Ott repül! Hogy fogom én onnan őt lehozni? Ó, jaj. De így hogy fog enni? Hát, Ágostor, ezt nem most szeretném kifejteni. Majd lesz, kérdez fel a videó abba talán. Ö Valóságban állítólag a tireknek a testét a pár helyen, igen. Csak ez ilyen Jurassic Parkos dolog, mint hogy a Raptornál is azt gondolták, hogy teljesen csupasz, aztán tiszta tollas volt az is. Golden lasszó, nincs golden Lasso? Nincs golden Lasso. <laughs> hát, srácok, azt tudom esetleg csinálni, hogy hát ha. Visszajön ide az etetőhöz, kiütöm itt a tetejénél az üveget. És reméltem, hogy nem olyan lesz, mint egy légy. Vagy olyan lesz, mint egy légy, hogy be tud jönni, de ki, ki már nem tud. Ezt tudom egyedül csinálni most így, hát ha így visszajön. Vagy esetleg majd... Ö... Hogyha elkészül a helikopter, valahogy befogjuk, nem tudom. hogy nincsen morph mod. Én nem tudom, miért vagytok egyébként ennyire ráizgulva a morph modra. Mármint, hogy 1.12-be nincs. olyan van, hogy átok változni a mobokká, és ennyi képességeket már nem kapja meg az ember, mert teljesen elkaszálta a mod készítője, aztán elkezdte újraírni, aztán elment egy két-három éves izére szabadságra. Szóval már rég nem fejleszti ki azt a modot, én úgy tudom. Aztán lehet, hogy azóta van megint, de igazából... Jó, mondjuk most jól jönne, ha tudnék repülni, de más modokkal is meg lehet azért oldani a repülést. Fan fan, I know, de nem tudom. Nagyon old school lenne morf modozni. Tedd a tetőre az etetőt, hát ha oda repül. Hát de akkor is, hogyha most ott teszik. <laughs> Nekem azt kellene, hogy visszajöjjön ide a karámba. Na jó, akkor most nem alszok. Hanem akkor tényleg azzal szeretnék foglalkozni, hogy gyűjtsünk itt magunknak cuccokat. De esténként ő alszik, nem? Tehát valóban le kell, hogy szálljon. Valóban le kell, hogy szálljon ez a tera esténként. Mert hogy nappali mob. Kérdés, hogy ilyenkor ugye nem fog bele szállni a tengerbe, amit van mellettünk, mert mondjuk az elég kellemetlen lenne, ha megfulladná miatt. Lehet, hogy ilyenkor kéne valahogy befogni. Meg lehet oldani a repülés kreatívba. Utána tudnék repülni. Hát most a helikopterrel is utána tudnék repülni, tehát most pont azt akarjuk elkészíteni. Lehet, hogy este amúgy meg tudnám találni. De mobokkal szeretnék most foglalkozni, na jó. Azért csak jó lenne visszaszerezni, hogyha már kikeltettem. Ilyen hálátlan izért kirepül egyből a családi fészekből, pedig még csak alig volt néhány napos. Hihetetlen. Nem nézzek jobban a gödör a pálbrokkal mélyebb lenne. Lesz majd olyan része is. Majd lesz olyan része is, de direkt nem akartam azért túlzottam még gödröt. Mármint, hogy ez egész olyan nagyon mély legyen. Meg ott alatta ugye, barlangrendszer volt, szóval az is közrejátszott. Néz a térképen, azon jelzi, hol van. Ö, nagyon sok mindent jelez a térképen, az a baj. Tök szívesen nézném ott, de külön szerintem a betémelt állatoknak nincsen jele. És ugye a vízben is rengeteg állat van, szóval, ugye sárgában jelzi az állatokat a térkép. Hát mindegy slime szigetet találhatunk így most, de nem ez volt a cél, hogy így találjunk dolgokat. Ott van egy slime sziget. Arra mondjuk simán Fölmehet. aludni, hogyha esetleg itt köröz. De tudja a fene, hogy hol megy. Az baj, ezzel a slime szigetre viszont nem tudok fölmenni, mert nincsen nálam a nyépítő blokk. Az óceán aljáról felépítsek odáig. Még ott fönt van valami mob, de az lehet simán egy slime is. Mondjuk elég gyorsan mozog. Mindjárt megnézzük. Lehet hogy itt a Slime-szigetre költöztek? Köszönöm szépen Bogi neked is közben a csillagokat, illetve nagyon szépen köszönöm Ádámnak, Jennynek, Lillának, Emmának, Krisztinek, Hennynek a megosztásokat. Viszont ha oda fölmentek a Slime-szigetre, lehet hogy a slime -ok rájuk támadnak. Az se olyan szerencsés. Mindegy, megnézzük mi van ebbe az irányba. Menjek világá? Miért? Nincs bent az a dobba, ami a kalandorokban volt, amivel lehetett irányítani a dinókat. Ö, ez jó ötlet, megnézem majd. Elmeltek benne kell, hogy legyen, mert ugyanaz a mod. Láma! Lámával kellene etetnem a tirexet. Hát ö, srácok itt vannak különböző mobok, de. Ott is van egy slime sziget, az viszont jó lehet nekem. Jó, akkor legalább a Slime szigetre fölmegyünk, aztán, aztán vissza. Aztán meglátjuk, hogy ebből még mi lesz, hogy lesz. Hát, uh, erre nem számítottam, hogy most ilyen fordulatot vesz ez az este. Ó, hogy te nem bírsz magaddal. Köszönöm szépen István Ádám nektek is közben megosztást. Jaj, 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 jaj. Jó, most már nincsen ment a moboknak a rombolása szerencsére. Lett egyébként ebbe pokfonál lett, király. Azt a mennyi tehén, igen. Jó sokan összegyűltek, ezeket is meg lehetne ölni, mert így a lootinggal kicsit több hús kaphatok belőlük, és azért az elég király. Mégként még találkozhatunk falival is. Fal, 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 palit akartam mondani, mert falut. Ebből lett a fali. <laughs> Zseniális. Oda kellene akkor valahogy feljutnom. És hát nem lesz túlzottan esztétikus, de fával tudok felépíteni meg költséghatékony se, akkor lehet, hogy nem is lesz elég ennyi fa, azt nézem, hogy 47 darab fa van nálam, ez azért még kellene vágni, hogy biztos fel tudjak menni. Nagyon aztán a felénél elfogyjam. Bár ahogy nézem, lehet, hogy onnan a hegyről egyszerűbben föl tudnék oda menni. Inkább fölmászok a hegyre. Akkor ezeket a slime is megöljük. Hát, adobnak nekünk slime volt. Én mindig annyira félek, hogy mögém lopózik egy creeper. Azért akarok fölmenni egyébként, most látom, hogy rengeteg slime bolt kapok, tehát hogy... azért akarok fölmenni, hogy legyen ugye slime drink, amit ki tudunk majd én is növeszteni, és akkor igazából végtelen mennyiségű slime bolunk lesz. Tudok akár csinálni slime slinget is, meg slime bootsot, meg egy csomó ilyen cuccot, amit Tinkers az azért jól jöhet. Köszönöm szépen, Dani, a 200 csillagot nyeremény miért nem fatüzel és gázbojler, ami villanyjal működik. Legyen olyan? <laughs> hát figyelj! Ha ez a vágy, legközelebb az lesz. Ami Terra van, ami terra van az nem fogsz tudni repülni, kismerete miatt kivették azt, hogy lehessen vele repülni, sajnos. Én úgy tudom, hogy a régebbi verzióból vették ki, és az újban megint lehet vele repülni. De... Ha nem így van, akkor javítsatok ki. Akkor nyugodtan ki lehet javítani, de én így tudom, hogy most ebben a legfrissebb verzióban lehet repülni velük. Ma este is lesz live, úgy-úgy ki lehet írva, hogy pontosan ma milyen streamek lesznek, úgyhogy onnan tudtok tájékozódni. Jó, innen már csak föl tudok menni. Milyen jó egyébként, hogy halljátok, -e, hogy zuga a szél. Baromi hangulatos ez is teljesen elfáradt a karakter, amire felmásztunk ide a ide, de megérte, ezért a látványért megérte. Hm. És akkor itt most a helytetőn és akkor oda kellene feljutnom arra a slime szigetre. Hát nagyon remélem, hogy az a fa amit kivágtam, az elég lesz. Szerintem ennyi elég kell, hogy legyen. Aztán uh, kellene majd szedni hive is, el akarok kezelni a forestry is foglalkozni. Viszont a kell, ami ugye gyapjúból készül. Úgyhogy azért az nem most lesz, de ez a Meadow Hive, ez kellene, ami itt van. Minden esetre tudjuk, hogy itt lesz. Akkor majd megpályázom amúgy, pacsi. <laughs> szia, szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a csillagokat ismételtem. Semmi gondcskacok, azért ne kérjetek soha elnézést, hogyha nem tudtatok itt lenni időben a streameken, mert én ilyesmi miatt nem haragszom. Miért haragudnék? Hát ez, ez rip, ez, ez nem fog odáig elérni ez a fa mennyiség. És nem is szedtem más. Aj. És innen, hogy fogok lemenni. Max, hogyha leugrok oda a vízbe. Hm, hm, hm. Hát akkor kívánjatok sok szerencsét. Jó, túléltök. Akkor visszajövünk egy scooppal. És rengeteg létrával. Meg még több építőblokkal. Minden esetre akkor azt már tudjuk, hogy itt itt szerencsével járhatunk, hogyha ilyen dolgokat keresünk, hogy slime szigeten stuff. <laughs> Remélem előkörül a terem, már 95 napja a dekkolok, nálad itt a live nagyon jó videós vagy, bár tudom, hogy ezt sokan mondják, de mindegy, nagyon is játszol a videózó, szóval így tovább. Köszönöm szépen, Linda! Örülök, hogyha jól érzed magadat. Külön külön monitoromban, igen, a chat, meg külön monitoron az, amin játszok két monitorral. Csak a dolgokat, azért van mindig azt, hogy amikor a chatet nézem, akkor így belenézek a kamerába. Sokkal egyszerűbb úgy, hogyha az ember két monitoron intézi ezeket a dolgokat. Meg videóvágás miatt is egyébként tök hasznos tud lenni a két monitor. Na most itt van ez a nagy állatsereg. Valahol itt parkoltam le a hajómat. Úgyhogy azt kellene megtalálnunk. De azt hiszem itt volt, kicsit beljebb talán. Szóval olyan sokat sajnos nem tudtam most itt pókokra vadászni. Még azt a pókot talán lecsaphatnánk, ami ott van a távolba. Á, ott van a hajom, oké. Sokkal jobban bejöttem ebbe az öbölbe, mint ahogy azt gondoltam. Hello? Szia, pók! Kell a pokfonalad. Add ide. Sőt, esetleg lőhetnél is ki is egy keveset, és akkor az még jobb lenne. 6 darabot sikerült szereznünk. Ez viszont kátőn, úgyhogy akkor ebből hozunk magunkkal. De ez a másik fajta. De ezt a, ezt a fajtát tudjuk elültetni. Ugye megnézem, hát esetleg van ebből is. Mondjuk, miért kellene elmennem? Simán megcsinálnám azt is, hogy uh, most itt maradok nappal. Ja, szerintem inkább ez lesz, meg ezeket kiszedjük. Itt egyébként elég sok fosziliát tudnék gyűjteni. Amúgy is. Ugye itt a hegyes vidékeken sokkal jobban látszódnak a fosziliák, mint ha bányában keresném őket. Ez micsoda? Elasmoterium legbón. Ezek meg biofosszilok, ahogy látom. Meg egy sima csont. Sima csont is jó. Az is hasznos lesz nekem. Pókokat lecsapni csak matek könyvvel lehet. Pont matek könyvvel? Hát olyan, mint egy brokkoli, kell hasonlít rá. Jó, hajómat azért visszaszedjük, csak hogy nekem nem ért visszajönni. Ezt én kidobom. Ezek a dino játékok eddig több fejfájást okoztak, mint hasznot. <laughs> Hát csak úgy tudom olvasni a csettet, hogyha elfordítom a fejemet, úgyhogy egyértelmű, hogy akkor a csettet nézem, igen. Egy stream az olyan, hogy az ember kommunikál is közben az emberekkel, nem csak a játékkal foglalkozik. Legalábbis én így szeretek streamálni, aztán lehet, hogy vannak olyan streamák, akik abszolút nem foglalkoznak a csettel, de nekem ez fontos. Future MC nem ad scaffoldingot a játékhoz? Ez jó kérdés, ugye megnézem. Scaffolding? Valami -e, itt uh, scaffolding, nem? flick nem. Nem látok scaffoldingot. De bent van amúgy a Future MC, vagy ez az? Nem, ez scaffold a kinézetű, csizeles. Future MC. Ezeket a blokkokat adja hozzá a Future MC. Sajnos scaffolding nincs közte. Pedig egyébként király lenne. Köszönöm egyébként a tippet, de sajnos ez most nem jött be. Mm. Szóval akkor fát kellene most főként vágnom. Nem tudom, hogy maradtak-e még kint pókok itt a területen, de nem igazából látok sajnos. Meg akkor már szerzelkő tehén húsit. Illetve, hogyha valahol láttok Katönt, sikítsatok, hogy akkor abból is tudjunk hazavinni, és még több pókfonalunk legyen. A malacot nem akartam megütni. Bocsánat, malac! Nem öllek meg, ne aggódj! minecraft.net <laughs> a neve ahol majd be lehet váltani egyértelműen minecraftot csak ott lehet aktiválni az ott micsoda, ott vannak a mélyecskék meg ott van egy pali ott van egy pali, ide látom paliskodik meg ahogy látom van mellette egy ilyen a tar slimeos cucc Még abból is tudtam volna szerezni, slimebolt. szia adrian Jól vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Ott volt a cutten? Aj, az baj, van egy jó fél perces késés, majdnem 20 másodperc legalább. És az ott volt, az már legalább 20 másodperccel ezelőtt volt. De akkor megpróbálok visszafele szaladni, és akkor csak meglátjuk. 300 kapra van egy pókhálós fa, ami pókponat termel. Igen, ezt mondtam én is. Hogy van egy olyan a szigetemen valahol, csak nem jelöltem meg, és nem tudom pontosan, hogy hol. Azt nem tudom, hogy ezt a pókfálós hát azt el lehet -e valahogy készíteni. Mert az lenne a legjobb igazából, hogyha tudnék csinálni egy ilyen pókfál... pókhálós fát. Én, én meg megtanulok beszélni. És akkor... Az megoldaná minden ilyen jellegű problémánkat. Ha jól láttam, nem szeret fel a tehén hús, nem szedtem föl, pedig... Ó, uh, uh köszi, hogy szóltál. Pedig azt hittem, hogy ennek hagytam helyet, de akkor most megvettem egy csomó tehenet hiába. Szegények. De így azért már kicsit jobb lesz. Ne, 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 ez ne, ne Ez a sorsot, boci! Lesz bőle, egy jó kis hamburger. Nem egyébként tirex kaja lesz bőle. El lehet készíteni ezt a foszeplinget? de mi kell hozzá? Ez egyébként nem kátön, hogyha esetleg ezt nézte valaki annak. Uh, mi kell hozzá? Mi annak a neve várjunk? Web, web vagy valami ilyesmi, biztos káb web Spiderweb? Spider Igen, harvest de én ezt nem látom. Tényleg el lehet készíteni. Akkor viszont lehet, hogy nem is akarok annyira foglalkozni a kátőnnel. Mert hogy néztem több modpackba, akkor valószínűleg ez a crafting le van tiltva, mert például nekem tökre úgy rémlik, hogy a patkányvelóban nem lehet ezt a fát lekraftolni. És ugye én Harvest craft főleg a modpack játszottam. És akkor ott, ott leszokták ezt tiltani. Biztos túl OP, ennyi pókfonalat szerezni ilyen egyszerűen. De király, hogyha le lehet így. Oké. Okay. És akkor... Ú, uh, van oliva, azt viszont lehet, hogy elvinném. Ezt meg pont nem akarom kidobni, köszönöm. Meg akkor lehet az oliva csemetét is. Ja nem, ez csak oliva bogyó. Aha. De van oliva csemete. Akkor abból is viszünk magunkkal. Akkor jól láttam én, hogy egy volt csemete. Itt is vannak még brokkolik. Július 23 án jön a nether update, várj már persze, ö, tegnap beszéltünk is róla Hogy majd ö, lesz egy ilyen összefoglaló videó Legalábbis azokról a snapshotokról, amikről már nem készült videó biztosan Mindennyi elmondom, hogy milyen bugfixek voltak, mik történtek stb. Ugye mondtam, hogy magáról így minden héten bugfixekről nem szeretek videót készíteni, mert fölöslegesnek érzem Viszont egy ilyen összefoglalót azért csak szeretnék, hogy Kapjanak az emberek egy teljes képet az 1.16-os -ről. Úgyhogy ja, azt viszont nem hiszem, hogy úgy lesz, hogy uh, hogy uh, külön még akkor az 1.16-ról is készítek videót, mert az viszont már fölösleges lenne. Mert ugye csináltam azért elég sokat róla, szóval akik azokat látták, azok pontosan tudják, hogy mi változott meg, meg milyen új dolgok jöttek be a játékba. Oké, okay, és akkor ebből szeretnék készíteni uh, létrát de sokkal több létre lesz szükségem, úgyhogy uh, megint szortíroznom kellene. Mit hagyjak itt? Uh, jó, flint talán nem fog kelleni, viszont bot annál inkább. Csinálunk még akkor magunknak a gyönyörűséges létrákat. Oké, okay. és akkor ebből is még botokat. Összejön ez, összejön ez, remélhetőleg. Másó valószínűleg már nem lesz kacok. Tehát, hogy uh, ugye idén januárban a már alapból úgy volt meghirdetve, hogy az utolsó más. Majd szélem a megfogalmam sincs ezeket, meg tudjátok nézni. Weblapokon, de jelenleg még szerintem nem nagyon lehet rendezvényeket tartani, szóval. Fene se tudja, hogy mikor lesznek rendezvények, de a hollapokon biztos tudtok majd informálódni ezekről. Ha én is tudom, akkor már majd tudom mondani nektek, de egyelőre még nem nagyon van mozgolódás vagy olyan jellegű mozgalódás, ami ott tudok lenni. Egyébként a My Cinema filmet, hogyha a film miatt menni a My Cinemára, nem a közönség találkozó része miatt, azt meg tudod venni online. A legújabbat. Június 21-én világvége lesz hülyeség. Hát elég sok világvégét túléltem már. A 2012-eset, a 2006-osat, a 2000-eset. Itt vagyok még, úgyhogy nem hiszem. <laughs> nem hiszem, hogy pont most lenne világvége. Ha meg most lesz, akkor meg ez volt, ennyi volt, kész, pont. <laughs> de valószínűleg nem lesz. Nem is hallottam még egyébként erről, de most gondolom a 2020 miatt. Ez ilyen szuper trendi dolog. 2020 már alapból pocsék volt, akkor emeljük meg, fejeljük, koronázzuk meg. Ha-ha-ha. Egy jó kis világvégével. világ Jó, mennyi létránk van így. Hát ennyi csak elég kell, hogy legyen, hogy föl tudjak oda mászni. És akkor még kellene fát vágnom, vagy valamilyen blokkot szednem ahhoz, hogy el tudjak odáig építeni. Ott van egy erdő, az az én erdőm, látom. <laughs> 48 órás világvége stream, jó? Mindenféleképpen szeretném gép előtt tölteni az utolsó óráimat. Meggondolom ti is. Boldog születésnapot akkor a tesódnak. Abigail. Na végre egy kis madácsi csergés, ez már hiányzott. Na most itt mit dobjak ki? Mi az, ami nem fog kell lenni? Mert most már, hát talán a csizolomát kidobhatom. Olyat is tudok otthon készíteni. Bármikor igazából egy vasba kerül az egész. És ez most megint másfajta fa. Ó, oh, jaj. Cotton azért nem dobnám ki. Attól függetlenül, hogy azt mondtam, hogy majd akkor a fával szeretném mindentől kezdve ezt elkészíteni. Vagy hát beszerezni ugye magunknak a pókfonalat, de Azért ettől függetlenül nem akarom kidobálni. Ja, ugye a mai a naptár, mert te elszámolva, ha. Ez már alapból viccesnek hangzik. <laughs> Akkor alapból ez csak egy poén. Úgyhogy hogy senki nem veszi komolyan. Hát azért elég sok minden történt ebben a 2020-as évben. Nem hiszem, hogy egy pont egy világ vége lenne. Azt egyébként is decemberre hagynám azért még egy jó kis tornádó, vagy egy nem tudom, én, meteorit becsapódás, vagy már akkor legyünk stílusosak itt a dinoszaurusz parkkal. Nem tudom, tehát azért vannak még itt jó kis környezeti csapások, amiket el tudok képzelni, mondjuk elönti a Kárpát-medencét az özönvíz, és ilyen Atlantis feeling lesz Magyarországból. Vannak ám itt jó dolgok is írjatok, nyugodtan, hogy, hogy milyen katasztrófát tudtok még elképzelni ebbe az évbe. Így a világ vége előtt, tehát hogy akkor a decemberre jósoljuk meg azt a világvégét. De hogy mik vannak még, amik azért még így jöhetnek előtte. El elsivatagosodik az egész világ. Teljesen elolvadnak a jégsapkák. Bent van egyébként a hátizsákos mod is tökre igazad van, hogy kellene használnom. Úgyhogy ja. ketté szakad a föld, ez is jónak hangzik, igen, köszönöm. Elég valósághűsnek is. Pont jó, pont jó, tsunami, özönvíz. Teljesen jó. Stílusos legyen, akkor már világvége legyen, száz százalék veszélyes, úgy, úgy. Egy óriás giliszta belefúrja magát a földbe, ez is jónak hangzik. Ez is elég jó, igen. Földhasadás. Sivatagokból lesznek óceánok? Na, no, erre mondjuk nem gondoltam, de ez is elég jónak hangzik, igen. Szegény tevék megtanulnának úszni. Elfogy a budi papír. <laughs> Sárknédó. Esetleg egy, egy, jó harmadik világháború is még, még így jó lenne. Kitörhetne egy jó harmadik világháború. De akkor már atomháború, hozzuk előre a falloutos 2077-es háborút egy kicsit. Csak akkor még nem tudták, hogy 2020, nem 2077. Felrobban a nap, ó! Ez is jó, ez is jó. Vulkán, jön az Eater of Worlds! két a felrobban a napja. Jó, oké, hát látom, ti is kreatívak vagytok, tehát hogy akkor azért, azért lehet itt még természeti csapásokat kitalálni, amikkel meg lehetne koronázni ezt a 2020-as évet. Jégkorszak, igen, az is epik lenne. Kiderül, hogy léteznek űrlények. De az nem biztos, hogy rossz. Gonosz űrlények. Mondjuk ilyen agyszopó űrlények jönnének. Na az már, az már mondjuk egy kicsit rossznak hangzik. De sima űrlény az nem. <laughs> de, de, olvassam, Hermina. Előbb újnak az ősi görög titánok, az is jó, igen. <laughs> olvassam, hát még, még januárban egyébként uh, trending is volt ez a harmadik virágháborús mémek. Azért is dobtam be, mint téma. <laughs> szóval, ha jó, így se hallottam még. Covid-19 után jön a Covid-20 round 2 egy kis mutálódással, ami még durvább. Thanos csettint egyet. Az is jó. Sáskajárás. Na. Itt méresik az eső, várjunk csak. A slime-szigetem méresik az eső. Na én már azért csak odatok, mert menni, egy gyönyörű szép építményt építettem, tudom, na ez lesz a világomnak az a része, amire abszolút nem vagyok büszke. És szerveren ilyet sose építsetek. Mert örökre száműznek titeket. És akkor ezek visszaalakítható slime blokkok rá, itt emlékszem, azért meg kellene nézni. Uh, kidobom azért ezt. Igen, visszaalakítható, jó! Super! Elfogy az internet! Jaj, ne csak azt ne! Inkább legyen egy sáska invázió, egy kis vulkán kitöréssel, de hogy az internet elfogjon, az nem történhet meg. <laughs> Varus meglát egy hashtaget. Varus egyébként milyen környezeti csapást tudna hozni a világra? Vagy Varusnak elfogy a, a teája, és ezért szupergonosszá változik, szupergonosz Varusszá. Te világodban már most vége van, mert a hegyeknél esik a hó, és két méterre pedig az eső. Ez a globális felmelegedés. True facts, itt láthatjátok. A szemünk előtt történik, mégse vesszük észre. Jó, ezt a slime blokkot azért még szeretném felszenni, csak le ne esek innen amúgy. Most, ha ide spawnolna egy szkeleton, és lelökne, az, az így nagyon nagy csúnya rip lenne. Vagy egy Slime, vagy bármi igazából. És amúgy tök nagy esély is van ilyesmire. Így ezt föl tudom szedni, és csak a sapling kellene ebből a fából. De hogy látom nem adja olyan könnyen magát. Azt hiszem, hogy a víz, amit van a Slime szigeten csak arra kell, hogyha az ember Slime-okat akar spawnoltatni vele. Szóval remélhetőleg abban most nem kell magammal vigyek, mert azt most nem tudok elvinni, mert nincsen nálam bödör. Varus leborotválja a bajuszát. 2020? Egy újabb jel a világ végé... Nem, nem árulhatok el semmit. Mert aztán mérges lesz rám. Na, ö... <laughs> Van hozzá a Az mondjuk tényleg durva lenne. Köszönöm szépen Tomi a 20 csillagot. Hatalmas nagy szívecske neked is. <laughs> Hát ez ennyi. Oda le még esett Seppling, de én azt mondom, hogy inkább most itt lemennék, vagy megpróbálok megint beleugrani majd abba a vízbe, ami ott van. És akkor megpróbálok hazamenni. Most van azért talán jó lenne hazavicskélni. Jaj, de nem szeretek így ugrani. Jó, túléltük. Túléltem, mégis meghaltam. Milyen nehézségben vagyok? Szerintem normál. Nem nagyon állítottam, hogy most hard legyen. Vagy annál könnyebb. Hogy. Egész normál. Ó, vasat dobott a zombi. Uh, azért ezt csak el kéne vinni. Meg a zombi húst is amúgy. Főként a zombi húst kéne elvinnem, nem is a vasat. Az a baj, ezekre már mind-mind mind szükségem van. Jó, létrát ki tudom dobni, de. Nehéz eldönteni, hogy most itt a létre volt az értékesebb számomra, vagy a vas. Slime föld is kell, nélkül nem lehet lerakni a saplinget. Ne kövess el azt a hibát, amit én... Ah, jó, visszamegyek. Akkor viszont kell a létre. Hol adottam el a létrát? Ó, bárány, köszönöm szépen, hogy vigyáztál a létráimra. Csak teszteltelek. Ah, akkor horgászbotot kidobjuk. Akkor viszünk slime földet is. Köszönöm szépen egyébként, hogy szóltál. <laughs> Mit írja az F betű? Ah, Falut. Azt hiszem falut jelöl, azt írtam be. Általában azt szoktam ebben Köszönöm szépen Hanna neked is a támogatást hatalmas nagy szívecske neked is. És innentől kezdve tudod használni itt a chatten a matricákat, illetve van egy támogatói csoportunk lesbe oda is. Nagyon szépen köszönöm. Nem pakolok le az inventoriból, de skacok, azért nem pakolok le, mert nem vagyok otthon. Hát ha otthon lennénk, már rég lepakoltam volna. a. Az Azért na. Kidobtam a kajámat, a répáimat kidobáltam, jaj, de okos voltam. Most mondjátok meg, jó nálam van szerencsére a létre a inventori. Hocsbárba. Alt f De a földre önt egy slime vizet, akkor sima föld slime föld lesz, nem? Lehet, hogy így van, Krisztián, csak nincs nálam víz. <laughs> slime víz. Botti, már nagyon sokszor válaszoltam erre a kérdésre. Itt lesz majd streamekben folytatva, amint kedvem időm lesz rá. És majd az lesz összevágva videóba. Második kézbe is tudsz rakni egy dolgot. Nem szeretem a második kezét, nincs olyan, hogy második kéz. Nincs olyan, hogy második kéz. Tudom, hogy van, de nem szeretem. Régi Minecraftos vagyok, nekem még nincs ilyen. De igen, amúgy a slotba is tudnék rakni dolgot. Jó, oké. Berakjuk oda a kardot. Jaj, de hülyén néz ki, hogy a bal kezében van valami a karakteremnek. Nem bírom, nagyon csúnya. Mennyi slime földet tudjunk, akkor már lehet többet is kellene vinni, nem? Ja, akkor viszek ebben már többet is. Mondjuk egy stacket? Hát egy stacket talán vihetnénk. Júj! Úristen, 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 ne! Ó! Uh. Köszönöm. Eddig nem voltam vallásos, de azt hiszem most az leszek. A pókok istenét fogom mindentől kezdve követni. Ezt klippeljétek. <laughs> azt hiszem ez volt a jelzés arra, hogy most már haza kellene menni. Nem bírom azt a kardot ott a bal kézbe. Igen, én se értem. hogy, hogy mi? Nekem is úgy tűnt, hogy nem a vízbe estem, de mégis túlélte a karakterem, nem tudom mi van. Minden esetre ennek most örüljünk és menjünk haza. <laughs> Szerintem ez egy jel volt, hogy haza kéne menni. De lehet, hogy amúgy a pocsolyába estem. Na ezt majd vissza kell nézni mindenféleképpen, hogy ez hogy éltem túl. <laughs> ez a kard volt, a kard ment, nem, bal kézben lévő kard az nem menthet meg, nincs gravitáció. Hát de akkor nem is estem volna lehet, hát, hogy nem lenne gravitáció, akkor lebegtem volna. Innentől kezdve dropper? <gül> nem. <gül> Ez a világ vége, még egy jel, hogy közeledik. <laughs> Én is azért mondom, hogy nem szentem is elestem pucsajába. Mindegy, túléltük, ez a lényeg. De minden más sebzett eddig, nem? Tehát most nincs az, mint a múltkor a szeftekbe, hogy nem sebződöm. Mert az mondjuk elég illúzió romboló lenne, ha emiatt lett volna annyira nagyon egyszerű a t Elkapott a pók, igen, lehet. Na, ezt innen kiszedjük. Hát megnézzük, hogy jöttek -e a terák, de nem sok esélyt látok rá sajnos, szóval nem tudom, hogy őket, hogy fogjuk megtalálni. De most már letom craftolni azt a helikoptert, úgyhogy úgy akár elmehetnénk megkeresni őket. Csak az a baj, hogy dino kertetéssel akartam foglalkozni. Azért, lehet a legjobb videós vagy. Köszönöm szépen, Ádám, a csillagokat. Fajnában is sebződtem amikor mászkáltam. Igen, igen, csak van amikor ö, így modpac előfordul az, hogy újra kell logolni, Mert nem sebződik az ember. Ezért kérdeztem. Na jó, ebből is lehet kraftolni gumit, ugye? Mármint kereket a helihez. Nagyon-nagyon remélem, hogy lehet, igen. Ö, kultivátorot is kell elméletileg. Mindjárt megnézzük. Szóval Heli. És ezt akarom elkészíteni. készíteni És mondjuk itt csak sima slime bolt ír. Szóval lehet, hogy ez a fajta slime bolt nekünk nem is lesz jó, amit szereztem most. Még egyet kellene amúgy szereznem. Azért mondjuk megpróbálhatnánk. Um. illetve azt is meg lehetne nézni, hogy ebből a slime milyen. Ebből sima slime lesz ez az. Jó. Akkor viszont így meg is van oldva a problémánk. És akkor ezt így ide. Tudom, hogy egyébként ezek nem a dinós dolgok, de most azért ezt nem változtatnám meg. És akkor most már elmetek összetomrakni azt a helikoptert. Mi kellett hozzá? Két vasblokk, kártájőr, ahhoz kell még ink meg egy piston, jó. Tessék az összes csillagot neked adtam, meg érdemlent. Nagyon szépen köszönöm, Ádám, hatalmas nagy szívecske neked is. Jó. Hmm. Kicsit azért lejjebb kellene pakolászni. Megnézem egyébként milyen DNS-eket. Triceratops DNS. DNS Na valaki pont írta is, hogy legyen Triceratops. Úgyhogy úgy azt majd lehet, hogy tényleg kikelthetnénk akár ebben a streamben. Hogy közben az is haladjon, meg berakom ezeket is. David az előbb kaptál választ a kérdésedre. Ö, Zoli, aki moderátor megírta neked. Figyeljétek egyébként az is, amit a moderátorok írnak, skacok, mert sokszor van az, hogy helyettem válaszolnak, és ugyanazt írják, amit én is mondanék, szóval ugyanúgy adjatok a modik szavára is. Azért vannak, hogy nekem is segítsenek. Iguanadon benne van? Szerintem van benne? De azt majd meg kell nézni. Ott a karmos, igen, Terizino. Ott van. Láttam én is karmos genyó megérkezik. Mm, jó. Ezt a slime azért lehet el kellene ültetni. Purple slime sapling. Viszont nekem ebből... Igen, ebből zöld kellene, az lenne a legjobb. Jó, hát akkor tintazsák vadászat, csak először eszek. És akkor megyünk víz alá tintazsákozni. Meg, akkor már lehet, hogy uh, halkaját is készítek hát, esetleg fogunk be még tintahalat, vagy bármit, amiből tudunk kiszedni magunknak uh, tintazsákot. Karatézaurusz DNS is van, szerintem igen, van. Mármint, hogy már szereztünk, az biztos, hogy van benne, hiszen akkor nem hívnátok karatézaurusznak. Szóval! Hol is voltam, hol is tartottam? Ott kellett, hogy ki kell. Itt, itt van nálam a hal, meg itt van nálam a string. És akkor egy halhoz kellett három darab string, és így tudtam készíteni egy 12 darab fish trappet vagy baitet. Oké, okay. kolgát is berakok, ilyen. Kalandorokat nem akarjuk folytatni, pontosan ahogy kérdezted, úgy is van rá sajnos a válasz. Körön piszok, Dino Hát ez ilyen Jani Vannak játékok, amiket jobban szeretnek Van, amit kevésbé Sajnos, pedig én mindegyiket nagyon szeretem Tehát nem a nézőszám szerintem a fontos Elasmoterium, na ezt is el lehetne kezdeni Akkor Szia, Lucca, üdvözöllek Ha hát, egy szabályzatot elfogadott helyen, akkor az eltűnik onnan. El kell fogadni, és a onnantól kezdve eltűnik. Na szóval, miről maradtál le? Hát, beszelédítettük a rexet, és most már nyugiban van. Illetve vannak terák, amik uh, elrepültek, kibágoltak valahogy. Köszönöm szépen, Ádám! Ismételten a csillagokat, illetve Jósnak is nagyon szépen köszönöm. Uh, várhat, hogy a csatorná esetleg autós tartalom. Végül is miért ne? Szeretem az autókat, úgyhogy lehet, hogy majd lesz. Megint, izé, fos a mikrofonom, király, újra dugom. Most fog felmenni a vérnyomásom az String Stringfát ne felejtsem már megcsinálni. Nem, nem, nem felejtjük el. Köszönöm szépen, hogy szóltál. Oké, okay, és akkor ott voltunk, hogy... Uh, hogy stringfát akartam kraftolni, meg még valamit akartam. Ja igen, uh, akartam szerezni tintazsákot. Nincsen moderátorosztás, és főleg úgy, hogy egy rákéresz, hogy lehetek-e moderátor, <laughs> így nem lesztek. Főként moderátorok, skacok. <laughs> Tehát modikérés, ilyesmi nincsen. Kvaga, mindjárt visszük azt is! Mindjárt visszük azt is. Lepakoltam, skacok. Ami nálam van, az most így kellene is fog szeretném őket felhasználni. Azért, mert nem mondom el mindegyiket, hogy most akkor éppen az, amit tervezek, az nem azt jelenti, hogy csak úgy ott lófrál az inventorimba. Csak nem szeretem állandóan ö, minden egyes gondolatomat, minden egyes ö, lépésemet elmondani, mert az kicsit olyan lenne, mint hogyha valami obis műsor tartanék. Oké, okay. öt darab tinta zsákunk van. Köszönöm szépen, Endre, közben neked is a megosztást. Jó nehéz egyébként ezeket így eltalálni. És akkor még kellene egyet ölnünk, hogyha minden igaz, és akkor annyi már lesz bőven, hogy tudjunk egy helikoptert készíteni magunknak. Ah, Léci! Add magad! Add a tint a zsákod! Odaadta? Hát oda is adtak, valószínűleg az... ment a vég. A mélyére. most milyen jó lenne egyébként a patkánymelós vámpír képesség, hogy nem fulladok meg a víz alatt. <laughs> Viszont ö, ott hagytam a hajót, ott hagytam a hajót, mi? Ahol kikötöttem. Kellene csinálnom úgy, majd egy kikötőt. Az tök menő lenne. Hát majd meglátod Isten, nem fogom lelőni a point, hogy mi lesz most potkány Remélem azért mindenki figyel, egy osztódnak a tintalak egyet meg Andi és kettőt szedett föl. Ja, hogy ezek? <laughs> Kalamárik? Ez is amúgy meg lehet tenni, meg lehet bőle sushi készíteni. Meg sima halat is, amiből tudnék csinálni ö, fish trap baitet. Mondjuk tudok úgy is csinálni, hogy csak simán meghagyom, nem kell átalakítani hallá, hogy látom. Úgyhogy ebből is azért majd még lesz ö, bait, és... Krebet meg tunát fogtunk eddig. Jó, egy kis pókvadászatot azért még itt az este csapatok. Amúgy lehet, hogy elhozhatnám a Rexet harcolni velem. Alapanyagom sincs, de kikötő. Van alapanyagom, csak le van pakolva. Na gyere, Rex, harcolj velem. Ki tud itt jönni, vajon? Szerintem ott ki kellene, hogy férje, haver. Nem? Rázza a fejét, hogy nem, nem. Ő ott nem fér ki. Akkor viszont kicsit segítek rajta. Így már kiférsz. Remélhetőleg. Gyere Rex! Régen volt rendezvény, hát koronavírus továbbra is. Ennyit tudom mondani. Nem azért nem volt, mert nem akartunk, hanem azért, mert nem lehetett tartani. Ö, nem tudom, lehet, hogy volt változás, Endre. Na gyere, Rexi! Amúgy föl tudnék ülni a hátára, nem? Ja, csak ahhoz a ostor kell. Ez az! Na így már azért elég menő. Na menjünk szerintem pókra vadászni. Kérdés, itt -e velük? Nem? Rex! Támadj, harapj! Csak nagyon félek amúgy attól, hogy elkezdi megenni a növényevőket. Nem nagyon támadva rá viszont a szörnyekre. Viszont ha a dinóimat megöli, akkor rosszul leszek. Rex, Léci, támadj! Sebződök amúgy? Sebződök. Hát nem tudom akkor, hogy ott az eséstől miért nem sebződtem. Ez érdekes. Rex felügyelő. <laughs> Rex? Kicsit félek egyébként egyedül hagyni, hiába hallgat rám, azért szerintem elcsábulna simán ott a finom dino azok a szerencsétlenek meg ott alszanak. Szóval elég könnyű prédák lennének. Rex? Léci? Most valamitől sem... Jaj, belelépett a bokrokba, hát ezt nem hiszem el. Milyen gyorsan tudok vele amúgy közlekedni? Epic. Na, a boszorkány azért az itt elég kellemetlen tudna lenni. Akkor egyébként lehetne már a blokk rombolás, mondjuk ezzel jó hamar ki tudnám szedni az összes fát. A szigetem. Hát, ha egy nagy terület, egy nagy összefüggő területen élnék, akkor ez a Rex most tök jó lenne. Mekkora tud ugrani? Egész nagyot. Ott viszont van egy pók. Imádom egyébként, itt van egy hatalmas nagy szörnyeteg, kb és ezek a mobok, ezek támadnak rá telibe. De ez a Rex ez olyan, mint hogyha ilyen pacifikus lenne, tehát így semmire nem akar rám támadni. Rám se akart, meg most a mobokra se. Én ilyet még nem is láttam. Ennyire ne érdekelje a dolog. Vagy most megy? Nem. De cserébe legalább sebződött, király. Így már remélhetőleg jó lesz minden. Bocsis kacok a crash De így most már csak jó lesz. Milyen mikrofonom van? audiotechnika Audio Technica AT2020 USB Plus. Ez AT ez nyilván az Audio Technica-nak a rövidítése. Szóval nem egy bacak mikrofon, pont ezért is idegesít ennyire ez a dolog. Most itt miért akad be ez a Rex? De mi be akad be? A fába? Na így be tud jönni. jó király. Visszahozzuk ide. És stére rakom, még mielőtt bármi probléma történne. Na, most már támad a Rex. Láttátok? Lehet a térkép miatt nem támadott? Még nem sok értelme lenne annak, de nem tudom. Jó. Csak most visszamegyek a bázisra. Igen, Tibi, általában hát az előzőnél is az volt, hogy kiszedtem a minimepet és onnantól kezdve működött. Keresek majd egy másikat. Köszönöm szépen a letteket, közben a hatodik havi támogatást. De Balázs, valószínűleg mondtam is, hogy alaplapi problémáim vannak, és, és ezért nem is vennék most még így hirtelen. Új ö, mikrofont, mert az is lehet, hogy egyébként meg... Inkább itt az alaplap szól ebbe is bele. Mert mondom, máshol is jelentkeznek ilyen alaplapi dolgok, például az, USB csatlakozás. Úgy is, hogy nincs bedugva semmilyen USB eszköz, tehát már azt is teszteltem, hogy úgy is tolta neki az USB-s dolgod. Szóval, ja. Hát, hogy ez tényleg van, akkor nem mozog. Tehát, hogy akkor nem fog kijönni. Azért nem zártam most úgy különbe. De vissza a játékhoz. És ne a problémákról beszéljünk. Szóval, uh, kellene nekem egy piszton, amihez még kell fa meg vas, oké. Okay. Mindjárt megnézzük ezt. Kidobjuk, meg még kell vas, meg amúgy is kell vas, úgyhogy uh, ezt így ide. Így. És most már elméletileg el készíteni. És a pisztonhoz nem zúzott kő kell. Uh, de kb. kell hozzá. Nem égetett kő. Király? Jó, így pedig akkor már csak elkészül. Piston. Nem az engine. Itt a piston. És ja, még kell hozzá a Deszka. Akkor viszont uh, azt is magamhoz veszem, és akkor így már csak el tudom készíteni. Oké. Okay. Kettő darabra lenne szükségem, hogy ugye legyen elég kerekünk. És akkor így már meg lesz a helikopter, ami egyébként eléggé egy király lesz. Jó kerék, és akkor ebből is kell nekünk. Uh, még egyszer ennyi. Hol van a másik piszton, amit lekraft volt? Csak egy pistont készített el a játék, de miért? Kiadtam neki minden vagy. Legyen nem? Rosszul emlékszem. Mindjárt megnézzük. Kárta jön? Nem, nem készített még egy pisztont. Greta, ét, egy rét mét. Akkor viszont készítünk még egy crafting table, mert azt a receptet már nem szeretném kiszedni. Egyébként sem árt, ha van több is. És uh, csak ezt hova rakjam? Te egy zombi. Köszi szépen, zombi. Most ne haragudj, de nem te vagy itt a fénypontja. De szeretnék keltetést. Mindenféleképpen. Helikopter leszállót is szeretnénk majd igen készíteni, mindenféleképpen, az is király lenne. Szóval még egy pisztolra szükségem lenne, és akkor lesz még egy kerekünk, és akkor már végre összetom rakni azt a helikoptert. És ki tudjuk próbálni, hogy hogyan is működik ez pontosan. Uh, még kell egy kis kaktusz zöld, de hogyha minden igaz, akkor abból is kell, hogy legyen nálunk. Mert hogy... Uh, igen. Itt terem alapból. Úgyhogy most már... Kész is van a helikopter. Jéj! Mindjárt megnézzük, hogy akkor ez hogyan működik. Ö, ajaj. Ajaj! Oké. Okay. Most benne ülök. És ennek kell egyébként bármilyen energia? Rotating lock. Hello, Heli! <laughs> Elkészült végül is, ez ilyen Jurassic Craftos. Mindjárt megnézem a controls, vagy ez hogyan kell irányítani. Jurassic Craft, mindjárt megkeressük. Creative Mission in us. Carry on Chisels and Bits. hogy van Jurassic Craft. Igen. Uh, space lehetne emelkedni, hogyha jól látom. Mire rakjuk át? Lehet numpadra kéne? Numpad 8 al mondjuk emelkedni. És autopilot van. Legyen a numpad 8 az emelkedés, és a numpad 2 pedig a Lefele. Mikroraptor, rotét, left, rotét, right, igen, az a left, right, az jó. A lock, ennyi, elméletileg. És akkor így most már tudom használni a helit. Nem száll föl, de fölszállt. Ú, uh, ez menő! Ugh! Nagyon szállít, valami bajba kerüljek. Aha. Így már azért csak megtaláljuk azokat a terákat. Ha másra nem is erre, mindenféleképpen jó volt. Pedig eredetileg nem ezért akartam elkészíteni ezt a helikoptert. Remélhetőleg azért nem diszpónolnak, de szerintem mivel betémelt állatok, ezért. Ezért nem fognak diszpónolni. Viszont azt a slime szigetet meg kellene azért keresni, hát ha is oda leszálltak a terák így este. Valahol azért csak itt kellene, hogy legyenek. Így meg térkép nélkül most ez így pont kellemetlen. Ott van egy! Ott van mind a kettő, itt köröznek a... ...izé fölött. Na most őket kellene valahogy hazatessék el, nem? De hogy? Lehet a... Igen, a dobbal kellene. Nem kicsik, már felnőttek. És pont ezzel van a problémám, hogy ők már annyira felnőttnek képzelik magukat, hogy kirepültek, kibágoltak. Mondjuk, hogyha be tudnám azt állítani, hogy kövessenek engem, akkor nem lenne szerintem probléma. Csak hogyan? Hát csak nem fog felrobbanni a helikopter. Azért az elég gáz lenne. De amúgy elég menő ez a heli tényleg. Jó, hát tudjuk, hogy megvannak akkor. Erre majd ki kell akkor valamit találni. Hogy hogyan fogjuk őket visszatessékelni. Itt repkednek a víz fölött, gondolom halakra vadásznak. Sőt, szinte biztos, hogy halakra vadásznak. De akkor hol pihennek esténként? Ezek egész ilyen repkednek. Itt volt egyébként valahol az a slime sziget, azért azt még csak megnézném, vagy fölöttem? Azért azt még, hogy este mit csinálnak, tökre megnézném, ha itt a Slime-sziget. De sajnos ezen is lila a Slime Trinő. Szóval ez se lesz nekem olyan jó. Na jó, este szerintem megint akkor jövünk, és akkor megnézzük, hogy hol alszanak. Mert ha lefekszenek valahova aludni, akkor be tudom állítani azt, hogy kövessenek. És ugye azért egy kicsit egyszerűbb a dolog. És akkor leszállok a Helivel. Jaj, csak valahogy úgy, hogy ne a dinókra. Szóval azért annyira nem tesz nekik jót. Nem olyan egyszerű egyébként ezt irányítani. Időnként leszállnak a földre. Igen, azért is szeretném kideríteni, hogy ezt hol teszik meg, mert akkor onnan már betomáltan őket followingra, hogy visszajöjjenek. Halakra vadásznak helyett, viszont helikoptert kaptak, kappa. Nincsen golden lasszó, nincs bent a mod. Szia Jani, üdvözöllek! Köszönöm a csillagokat! Ez egyébként tényleg menő volt, úgyhogy megértelek raftolni. Viszont jó lenne azért itt a teheneket is szaporítani, hogy Rexnek is legyen mit ennie. Viszont akkor így nem tudom, hogy a terákat hogy lehetne rendesen bekeríteni, hogyha így is elmennek. Mármint, hogy itt nem szabadott volna szerintem kibágolniuk. Aztán lehet, hogy pont igen a csapóajtókon ki tudnak. De egész blokkon azért sok nem bágolnak ki, vagy de. Ilyen bágos lenne ez a mod. Csináljatok kis bocit, jó? Köszi. Rexnek ennie kell majd valamit. Valódi a hangja? <laughs> Na jó, akkor szerintem foglalkozunk Dino keltetéssel. A Triceratopsot szeretném kikelteni, ahhoz viszont mindenféleképpen akkor kellene még tejet hoznom. Ö, nem az én világom Krisztián, kipróbáltam, nekem nem igazából jött be. Nekem túl káosz, túlzottan sok minden történik benne, a grafikája sem olyan, hogy nagyon bele tudjam magamat élni, úgyhogy... Inkább, ha már Battle Royale, akkor PUBG, vagy codewars ö... Jó. Nekem egyébként ö, ezeknél a játékoknál fontos az, hogy valósághű grafika legyen. Nekem ez a rajzfilmes grafika nem tetszik, Sea of Thieves-nél is ilyen ambivalens érzéseim vannak a grafikával kapcsolatosan. I jó, hol volt még? Valahol itt, itt, itt volt. Ha, még egy vödör, jó, hozok akkor. Ö Mennyit hozok? 3 liter tejet. 3 liter tej kihívás lesz mindjárt. <laughs> Kogát is átrakjuk, jó, oké, bocsánat. Valahogy be kell őket fogni, hát elméletileg le fognak feküdni, aludni. Szóval, úgy csak megoldjuk. Gyerek maga! Hiányolnak téged onnan a dinók közül. Úgyhogy uh, átterellek. Azt a kettőt végül el se hoztam. Viszont most már tudnék csinálni olyan fát, ami termel nekem alatt. ki Kise tud itt menni olyan tagat. Ö, nem tudom felemelni téged? Ja, meg nem, megnézem, nem tudom felemelni, sajnos. Jaj, de jó, akkor ezt is itt ki kell, hogy bontsam. Mondjuk így most már itt nincs szükség karámra, hogyha őt is elviszem. Köszönöm szépen, Hanna. Köszönöm, Lilla, neked is a 10 csillagot. Van olyan játék, amivel bármikor játszom. Äh, persze, igazából a Minecraft is ilyen. Nyilván hangulattól függ mindig minden. Tehát van, amikor abszolút nincsen kedvem semmilyen játékhoz. Most kodozni szoktam nagyon sokat, így streameken kívül is, meg videón kívül is. Úgyhogy sok olyan játék van, amivel amúgy is játszok. Meg olyan játékokról készítek mindig a streameket, videókat, amiket szeretek is tetszenek, tehát hogy csak azért, mert hype, azért nem kezdek bele valamibe. Köszönöm szépen, Krisztián! Igen, videóban teljesen más, mint streamben, ezt mondtam is, azt hiszem a tegnap ilyen beszélgetős live-ban, én is észrevettem, hogy tök másképp kommentálom az egészet. Másképp állok hozzá, Uh, Laci, nálad lesz a probléma, hogy laggol, mert nekem a program nem jelzi, hogy baj lenne a streammel. Vedd lejjebb a minőséget, és akkor biztos sem lesz gond. A játékom nem laggol, úgyhogy a ja. miért van ilyen hína a hangja? Ez jó kérdés. honnan uh, játszottam azzal a játékkal is, de az se az én világom. És ezt is pont tegnap a beszélgető streamben kifejtettem, hogy pontosan miért. Ha érdekelt titeket, akkor nyugodtan nézzétek meg, mert egyébként nagyon sok érdekes témát érintettünk szerintem. Itt Facebookon visszanézhető már a stream. Hogyan tudok ennyi időt streamet csinálni magadra? Nem szoktál időt szállni? De szoktam, csak kicsit kevesebbet, mint szerintem az átlagember. De foglalkozom egyébként közben sok más mindennel is. Jó, bajogút akarok. Úgyhogy akkor ezeket gyorsan le is kraftolgatnám, és akkor szerintem az lesz, hogy kikeltjük a triceratopsot. Remélhetőleg nem fog itt Probléma történni ebből. És utána még növényekre szeretném a biogút felhasználni. Triceratopsból egyébként csak egy darabunk van. Van egyébként még teradolonti ilyenesünk. És Sőt, egyébként lehet, az lenne a legegyszerűbb, ha megölném a terákat, és akkor uh, kapnék belőlük rengeteg húst, amiben rengeteg DNS-ünk lenne. De az elég gonosz lenne, úgyhogy természetesen ilyet nem fogunk csinálni. Mamutot is amúgy tudnék kikelteni, meg Dodót is, úgyhogy uh, el lehet kezdeni itt feltölteni azt, azt a növényevő részleget. Slime nyugodtan elülthetem. Köszi szépen! Hogyha tényleg zöld lesz a törzs, akkor elültetjük. Csak akkor magamhoz veszem a cuccokat. Meg azt a kereket lepakolom, mert arra most tényleg nem lesz szükség. Uh, így. Így. És akkor hova ültessük ezt a slime slapping, saplinget? Fú, de nehéz szó. Valóban ide tudnám elképzelni. Öldveg nincs ki mélet? <laughs> most is kikeltem. Hát, teri zinót. Kikeltjük majd azt is. Persze, egyébként az összes dinót szeretném kikelteni, csak... Most jelenleg a növényevőket főként, mert ugye az ő helyüket kezdtem el most létrehozni. Úgy pedig nem sok értelme lenne, ha nem lenne hova rakni a dinót. Tehát az a t is most olyan, hogy így szegény ott van, de amúgy lehetne sokkal jobb helyem. Hát remélhetőleg itt majd ki tud nőni a slime sapling, hogyha nem, akkor viszont majd ezt át kell alakítani. Én vagyok a legrosszabb videós. Egy rövid is egy B-vel. Jó, ezt a címet szívesen vállalom. Szerencsére nem a legrosszabbat írtad. Nem ők meg a terákat, véletlenül megint elszublimálnak, itt hagyják a húsukat. Megvárjuk azért, hogy ez itt kikeljen ez a triceratops. Aki megszökik, meghal. Amúgy. Karmos is növényevő, tudom. Terizino az növényevő. Játszottam az árkal, emlékszem rá amilyen agresszív volt, az ember azt gondolná, hogy hús kell belepumpálni, aztán mégsem. Szerintem ne fog be a terákat aranyos, hogy repkednek körülöttünk. Inkább kácsunk ki másikat. Hát lehet amúgy igen, az kellene. Szia Márk! Régen láttalak, bizony, bizony. Meg vagyok egyébként, köszönöm szépen a kérdést. Ö, Patrick elméletileg Azt kiírja a Facebook, én pontosan nem tudom, mert még nem mondtam le ilyet. De kiírja A Help center vagy ha rákeresel, biztos találsz rá megoldást Én sajnos ezt most így pontosan nem tudom Inkább keltsem ki, jó <laughs> Kveco van-e? Ő jelenleg nincsen Viszont uh, én úgy tudom, hogy a következő update be. ami ugye kijön majd ehhez a modhoz, uh, abban már lesz kveca is. Jaj, nem akartam ezt. Ezeket viszont szeretném átpakolni, csak hogy jobban lássuk, milyen DNS-ekkel rendelkezünk. Oké. Okay. Spinóból már három is van, nagyon akarja ajángatni a játék. A Spino az megint egy olyan nagy falat lenne szerintem. Inkább keltsünk ki újabbat. Jaj, nagyon akarjátok. Mamutot. Hát most egyelőre a triceratops jön, aztán majd lehet, hogy lesz mamut is. Melyik a kedvenc dinom? Stegosaurus, Spinosaurus. És akkor a Spino itt elég tápos eléggé félek tőle, hogy az őszintét megmondjam, hogy itt mindent tönkretenne, szóval azt jelenleg azért nem akarom még kikelteni. Főleg, hogy vízi számít. Ami tudom, hogy nem létezik vízi de ős lény. Nem nagyon merem itt hagyni, mert aztán megint megöli a palit, aztán rosszul leszek. Brachiosaurus van, igen. Van Stego? Van, van. Csak még nem találtunk sajnos. Csinálok majd surikent, igen, nincs elfelejtve természetesen. Laci. Szia Csenge, üdvözöllek! Trudon van -e? Azt látod, nem tudom. Meg kell majd nézni. Árkban annyira nem szerettem a trudonokat. <laughs> Szerintem nem kell magyarázni, miért. Jó, ö, kell akkor ez nekem egy fákja. És akkor... Ki tudjuk végre őt is kelteni. Paki van-e? Szerintem még azt nem találtunk, de majd meg kell nézni. Itt viszont ki tudjuk kelteni a trájkot. Úgyhogy akkor ezt is körbefákjázzuk. Milyen boldog lett az ankiló? Tök cuki. Stego bébi volt a terhes, tényleg. Ö, Rudy, én még nem játszottam a játékkal. Megvan a játék, de még nem játszottam vele. Pont tegnap is beszéltünk erről a skreppenalikus témáról, hogy miért félek egy kicsit elkezdeni belőle streamelni. Ö, lehet, hogy majd lesz, nem tudom, még nem akarom megígérni. Meglátjuk. Na mizu van! Ánkiló barátom, mennyi kajátok van? Még bőven kajátok jó, annak nem kell annyira aggódni, értetek? <laughs> Amúgy egész hangulatos most már ez a kis gödör, most már ugye egyre több. Egyre több uh, díno van. Na mondjad Patrik, mi az a jó hír? Kíváncsi vagyok. Nem fog crashelni a játékom, az mondjuk jó hír lenne. <laughs> Felkelt a tojásbaraktam, ettől függetlenül működik, már át is ment. Tovább Héten azt hittem, hogy belement a földbe, de aztán rájöttem, hogy ott van egy ilyen kis mélyedés. 1.12.2-ben játszok jelenleg. Nő ezt teszek ki füvet, akkor többet tudnak enni. Jaja, de tele van úgy az etető, szóval növényeket is tehetnék oda. Az is tervben van, igen. Mondtam is, hogy uh, ugye vannak ilyen növényi magok, azokat szeretném majd. Csak ahhoz is kell ez a biogu, hogy rendes szepling meg mag legyen belőle. Angulatos gőre ez a temetkezési szöveg. <laughs> Háromig volt kb. zsófi. Na, az király. Két hónap pihi az mindig király. Alexander madara DNS van-e? Hát ezt látod, nem tudom, meg kell nézni, mert nem tudom sajnos pontosan. Ó, most látom a jó hírt, Patrik. Nagyon szépen köszönöm a támogatói rangot, nagyon szépen köszönöm. Tényleg, Innentől kezdve te is tudod használni a matricákat, ja, hogy ezért mondtad, hogy beküldted a moszatos matricát. Köszönöm szépen. Ki fogja írni, csak van egy kis késés, ugye? Mert mindenkinek a nevét egy három másodpercig írja ki és valószínűleg ugye többen lájkolták, like megosztották a streamet, de ki fogja írni, ne aggódj. Köszönöm szépen. Na, itt van akkor a Triceratopsunk fiú, és hallgat ránk, ahogy látom. Úgyhogy én hagyom őt wanderingem. Hanna, általában a streamekben szoktunk ugye együtt játszani. Uh, és akkor a támogatókat szoktuk először hívni közös játékoknál. Illetve, hogyha úgy van, akkor uh, ha csak simán játszok, streamel kívül, akkor tudtok meghívni, és akkor tudunk együtt játszani. Cuki lett egyébként, igen. <laughs> Na, uh, szóval itt vannak ilyen különböző magok, ezeket szeretném kikelteni. Minden megnézzük, hogy mik vannak. Van ez a Sephalotaxus Seed. Én inkább valami fát szeretnék, de hogy az olyan melyik lesz, a fernspor, ez, ez biztos, hogy nem az. Hát figyeljetek, elkezdjük ezeket, aztán meglátjuk. Ehhez is egyébként egy bajogút teljesen föl fog használni ahhoz, hogy legyen egy ilyen növényi magom. Mert azért az mondjuk elég durva. Azért nem annyira olcsó egy ilyen bajogú. Remélhetőleg ebből nem lesz kis szörny viszont. A csemetéket viszont jó lenne lerapakolászni, a fa amiket szedtünk. A silver lime, meg egy csomó minden ilyesmi van. És elkészítjük akkor a pókhálós fát is. Köszönöm szépen Attila, neked is a támogatást. Neked is hatalmas nagy szívecske. És te is innentől kezdve tudod használni a matricákat, illetve van egy támogatói csoportunk, oda is lesz majd be. Hova megyek nyáron? Még nem tudom, sajnos lesz a nyaralás. Ez sok mindentől függ. Ahova mentünk volna, az sajnos teljesen lemondták a légitársaság is, meg ahova mentünk volna a hotel, az is visszadobta, hogy idén nyáron ott nem lesz sajnos, úgyhogy... Úgyhogy az nem lesz helyette majd, ha megyünk, akkor, akkor majd úgy is mondom, de még egyenlőre nincs semmi konkrét. Köszönöm szépen, Alexandra, neked is a csillagokat, hatalmasra egy szívecske neked is. <laughs> Csináljuk fejlesztést. Ahhoz már gyémánt kellene. Úgyhogy... El kellene mennem bányászni, de ebben a 20 percben már nem biztos, hogy bányászással szeretnék foglalkozni. Bár ha szívesen nézitek, akkor lemegyek. Még hátra találunk annyi gyémántot, hogy tudjam még fejleszteni a cseszteket. Nem olcsó a hát igen. Ez ilyen. Brahios, a kikeltem még a mai streamben. Meglátjuk. Most inkább mondom, a növényeket szeretném, hogy elkezdjük dekorálni ott lent. De lehet, hogy akkor az is meg lesz. Megmérgezett a szemét. Ez jó nehéz volt megölni. De legalább lootingos ez a kalapács. Csak nagyon sokáig tart, amíg felhúzom. Ne! 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 ne. Jó, menjünk innen, menjünk innen. Lehet egyébként... Ó, jaj! Megint crash -el. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem azért tetszett nektek, és akkor hamarosan találkozunk, úgyhogy menjetek el, mozogjatok, egyetek valamit, jövünk mindjárt. Sziasztok, hello, hello!